Rettentő örömteli pillanat ez számomra, hiszen hosszú hónapok küzdelme után végre sikerült pontot tenni az íre, és megoldani az új faceliftes Zoe-ba az utólagos tolatókamera beszerelést, amire korábban még nem volt lehetőség. Úgyhogy a mai nap szeretnék erről néhány szót ejteni, hogy hogy és miként lehet ezt megcsinálni. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Gábor vagyok az Autós Navitól. Tartsatok velem ez alkalommal is. Eddig tehát nem igazán tudtam megoldani sajnos az új Zoe-ba a tolatókamera beszerelést, hiszen ebbe az autóba már egy teljesen más, egy úgynevezett EasyLink multimédia rendszer került beépítésre, aminél is a Renault, illetve hát a Bosch-sal közösen kitalálták a nagy okosat, hogy egy erőteljes tűzfalat építenek bele a digitális hálózatba, amivel is a multimédiát már nem olyan egyszerű külső, egyéb nem gyári szoftveres, illetve hát számítógépes eszközzel elérni. És az elmúlt hetek próbálkozásai arra irányultak, hogy vajon hogy tudom ezt megkerülni. Vannak különböző praktikák fönn a neten, és hát megpróbáltam a készüléknek az agyába belépve aktiválni ezt a funkciót, de nem sikerült. Úgyhogy sajnos kénytelen voltam tovább lépni, és megkérni a egyik Renault márka kereskedésnek a szervizét, hogy segítsenek ebben a feladatban, és aktiválták is magát a tolatókamera bemenetet, de ennyire nem egyszerű sajnos a megoldás, hiszen be kell építeni a kamerát, és hát az utóbbi időben megmondom őszintén, hogy én már nem ezt a korábbi videóban láthatott ilyen befúrható alulról rögzítős kamerát szerelem az autókba, hanem a rendszámtábla világítás helyére rakok egy ilyen típus-specifikus, tehát ilyen Renault típus-specifikus kamerát be az autóba, ami gyakorlatilag plug and play-é van alakítva, és a gyári csatlakozót nem kell levágni, nem kell semmit mokkolni, tényleg csak egy kábelt hátra kell fűzni, a videójelet be kell kötni, illetve adni kell neki egy 6 voltos tápot, hiszen ez a rendszer is, ahogy a régi, ugyanúgy 6 voltról üzemelteti az utólagos kamerát. Volt ezelőtt az autó előtt egy másik autó is a kezemben, amin ugye lehetőségem volt próbálkozni, és ott arra az autóra már kinkeservünkbe gyári kamerát raktunk, de ennél az autónál már ugyanaz az után gyártott kamera kerül felszerelésre, ami gyakorlatilag az összes többi régi Zoe tekintetében beszerelésre kerül az utóbbi időben. Úgyhogy ennél az autónál már tényleg ez a diszkrét, teljesen egyszerűen és teljesen jól kultúráltan felszerelhető rendszámtábla világításba szerelt tolatókamera van beépítve, és tökéletesen működik. Na most maga a kamera alapvetően bekötésileg mondhatni majdnem ugyanaz, mint a gyári, illetve hát az előző Airlinkes rendszerekhez csatlakoztatott kamera, annyi különbséggel, hogy itt nem a monitorba kell csatlakoztatnunk a kábeleket, hanem ide, ennél a Life felszereltségű autónál az A-oszlop aljában lévő, tehát itt az anyós oldali A-oszlop aljában lévő csatlakozó pontra, és gyakorlatilag innen elérjük ugye a 6 voltos tápfeszültséget, abban az esetben, ha már aktiválva van a Renault által ez a funkció, addig ugye nem mérhetünk rajta semmilyen feszültséget, illetve be kell kötnünk egy RCA csatlakozót, amire ugye a kameránknak a képe fog majd rá menni. Úgyhogy eddig alapvetően nincs semmi differencia is a régi és az új között, hiszen a régebbi modelleknél is, tehát az R90, R110 meg a régebbi R22 modelleknél, abban az esetben, hogyha mondjuk ilyen zen vagy intenz felszereltség volt, de éppen nem volt benne tolatókamera, ugyanebbe a lokációba volt beépítve a csatlakozási pont, tehát nem kellett fölvinnünk az Airlink monitorig, hanem itt lent meg tudtuk kötni a tápellátást, illetve a videó bemenetet. Úgyhogy ennél az autónál is ugyanígy, és mondom, ez már a második ilyen autó, aminél ugyanígy itt lokáció szempontjából megtalálható a csatlakozási pont. Egyébként az se nagy probléma, hogyha nincs, mert a rádiónak átúján megvannak azok a bekötési pontok, ahová kvázi be lehet csatlakoztatni a szín szerint gyakorlatilag a kamerát, tehát ugyanúgy be lehet pinelni, mint a régi Airlink rendszernél, ha
netán nem lenne bekötve, de minden esetre ez viszonylag egyszerűen megoldható. Amiben az egész rendszer bekötésben, illetve nem is a bekötésben, hanem az egész rendszer folyamatban különbség áll fenn, az, hogy én nem tudom ugye bekapcsolni magát a videójelet, illetve az, hogy a EasyLink rendszeren megjelenjen a kép, hanem ezt a Renault márka szerviznek kell megcsinálnia. De az, hogy ő bekapcsolja, ez önmagában még nem fog nekünk sajnos képet eredményezni. Mondom, hosszú hónapokon keresztül ment a kísérletezés, és sok-sok diagnosztikai művelet folytán, illetve kínlódásával gyakorlatilag az előző autónál körülbelül negyedszerre sikerült elérnünk azt, hogy igenis legyen kép, hiszen önmagában az, hogy be van kapcsolva, ezeknél a gyárilag kamera nélkülire konfigurált rendszereknél sajnos szükséges egy további készülék alapszoftver frissítés is, mert amíg ezt nem csináljuk meg, addig gyakorlatilag hiába van bekapcsolva a kamerakép a rendszerbe, ő nem fogja ezt detektálni, nem fog kameraképet közvetíteni nekünk, úgyhogy a szoftver frissítés sajnos már második autó esetében is elengedhetetlen volt, és miután ennél is meg lett csinálva, abban a pillanatban megjelent a kamerakép. Úgyhogy sajnos ennek van egy menete, és hogyha valaki ilyenben gondolkodik, és szeretne ezzel kapcsolatban megkeresni akár engem, akkor ezt itt lent a elérhetőségeink valamelyikén meg tudja tenni. Minden esetre arra számolni kell, hogy vagy először elindul a Renault márka szerviz felé, és bekapcsoltatja magát a kameraképet, és hogyha ez megtörtént, és ez nagyon fontos, először be kell kapcsolni a kamera funkciót, ha megvan, akkor pedig le kell frissítetni a EasyLinknek a szoftverét. És hogyha ezek megvannak, akkor lehet ugye képet előcsiholni magából a rendszerből. Úgyhogy láthatóan és sajnos nem egy egyszereplős mutatvány, egy ilyen tolatókamera beszerelés. Én örültem volna legjobban, hogyha egymagam ezt meg tudom oldani, de sajnos hát ilyen az élet, nem érthetünk mindenhez, illetve hát nem lehetünk felszerelve mindenféle gyári gépezettel, meg hát ugye nyilván a Renault se adná ki bárki számára az ilyen jellegű hardvereket. Minden esetre a megoldás kézzel fogható, úgyhogy itt van az élő bizonyítéka, már második bizonyítéka annak, hogy ez tényleg működőképes struktúra. Úgyhogy hajrá, hogyha valakinek esetleg ilyen jellegű kérdése vagy érdeklődése lenne egy ilyen újabb live felszereltség autónál, vagy olyan verziónál, amiben mondjuk nem raktak volna gyárilag tolató kamerát, akkor állunk rendelkezésre. Úgyhogy ha tetszett ez a kis információs videó, akkor kérlek benneteket nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt, hogyha szeretnétek hasonló termékbemutatókat, termékteszteket, információs videókat, autóbemutatókat, autóteszteket látni, akkor a legegyszerűbb módja még mindig, hogyha itt lent feliratkoztok YouTube csatornánkra. Én mindenkinek megköszönöm, aki ezt megteszi. Ne felejtjétek, megtaláltok még minket az Instagramon is, lájkoljátok szintén Facebook oldalunkat. Én köszönöm, hogy meghallgattatok, hogy itt voltatok velem ma. További szép napot kívánok. Sziasztok!